Péter apostolnak közönséges első levele. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit, noha nem láttatok, szerettek. Akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott néki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű. És az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága.
megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett. Péter apostolnak közönséges első levele. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen, és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit, noha nem láttatok, szerettek. Akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből,
hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott néki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.